I cannot hear the sound when people drag me down, 'cause everybody thinks it's freaking easy. If you take my world, that your life is your own, take the risk, although... 2016. augusztus 20-án 5. alkalommal rendezte meg Kistarcsaváros önkormányzata a Kakasfőző Fesztivált. Ahogy a magazinunk előző adásában beszámoltunk róla, az idei gasztrofesztiválon 20 főző csapat mérkőzött meg egymással, a jó hangulathoz pedig sztár fellépők biztosították a zenei alapot. Fellépett a Retroleum zenekar, Subbanes Monster, a By The Way, miközben a főző csapatok szorgosan készítették a kakasból készült ételeket a szigorú 5-tagú zsűri és a fesztivál látogatói részére. No one makes your wish come true. The only way out is inside of you. The best choice are to make it through. Find the strength in using. Kihívása önöknek az, hogy kakasból készítsenek valami finomságot? Hát természetesen minden évben kihívás ez. Tavaly a legjobb íz voltam, és meg szeretném védeni ezt a címet mai napig. Minden évben meg szeretnék, és minden előrébb szeretnénk haladni. Ma kétfajta étellel készültünk, babujással és kakas, természetesen kakasról szól a kakasfesztivál, és abban készültünk a második fogással. Tésztával lesz felkínálva. Nagyon sok kóstolóját kaptam, csak nem fog tudni eleget tenni a ennyi felkérésnek, hogy mindenki meg tudja kóstolni, mert úgyhogy szét kell osztanom. Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ dolgozói vagyunk, és minden évben benevezünk erre a kakasfőző fesztiválra, versenyre. Gyakorlatilag a kollektíva szereti ezt a programot, és tényleg nagy érdeklődéssel van mindenki, és aktívan részt vesz a programon. Meg a szervezésbe, az előkészületekbe. Úgyhogy most egy picit többet készültünk, húslevest is főztünk, bureket, és a hagyományos pörkölt lesz nokedlival. Alapból elkészül a hagyományos pörkölt, amit a Ibolya már mondott, illetve a húsleves, és van egy hagyományőrző étel, a alföldi vadkakas burek, amit most készítünk először, úgymond ilyen nyilvános helyen. Kisebb társaságban már elkészítettük többször, úgy éreztük, hogy ki lehet vele lépni a nyilvánosság elé. Ez úgy készül, hogy hagyományos hagyma, illetve padlizsán krém alapon kerül a vadkakasnak a melle, mert az nem annyira inas, tehát az jobban ehető, tehát le lehet könnyen darálni, földarabolni. Ízesítve van kakukkfűvel, fokhagymával, majorannával, kápia paprikával, és rétes tésztába van betöltve. És ebbe a hagyományos parheltba sül meg, és bízunk benne, hogy majd a zsűri, illetve a résztvevőknek is megnyeri a tetszését. Az 5. Kistarcsai Kakasfőző Fesztiválon a Pannonia Néptánc Együttes 15 fős csapattal vett részt. Mi az, ami készül, mi a fantázia neve? Lepényes kiskokas fantázia neve. Ugye burgonyalángos alapra került a pörkölt, és a idénynek megfelelő saláta, káposzta, paprika, uborka, lilahagyma és valami, és a paradicsom, ezt kéne felejtsük. Mi a feladatotok, meséld? Hát úgy kell, hogy ugye megsütötték ezeket, meg a pörköltet is, akkor mi rárakjuk, és Anna összecsavarja, és akkor még raknak mellé zöldségeket. Mi kerül a tálra, aki kér ebből az ételből? Mit kell rátennetek? Hát zöldségeket, lehet rá tejföld, meg csípőszószt kérni. Ti már megkóstoltátok? Nem, még nem. Még nem volt rá időnk.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre este 6 óra után került sor az ifjúság térszínpadán. A zsűri nevében Budai Péter mesterszakács értékelte a csapatok teljesítményét. Szóval minden csapatnál szívesen vacsoráznék, ha tudnék. Egy étel sem született olyan, aminek az a kategóriája, hogy ennek az állatnak ezért kár volt meghalnia. Tehát mind-mind finom étel volt. Azt is el kell mondanom, hogy nem volt elsózott étel, nem volt nagyon durván leégett étel. Volt olyan ugyan, amelyik egy picit odakozmált, de egy bográcsban ez megbocsátható. És még valami. Mindenki győztes, mert a szabadtéri főzés az ürügy arra, hogy a barátaimmal, a családommal, a társasággal, azzal, akiket szeretek, együtt legyek. És ezért van az, hogy elkezdenek főzni 3-an, 4-en, 5-en, azt egy 50 literes kondérral főznek, mert délutánra megjönnek a barátok, mert ők azt szeretik, amit az ő csak kedvenc csapatuk főzött, tehát abban a mikromillióban ők győztesek. És egyébként mindenki győztes, aki az ő ételeikből lehetett. A 7 külön díjat, valamint az első 3 helyezetnek járó kupát Solymosi Sándor kistarcsaváros polgármestere és Juhász István alpolgármester adta át. A legszebb külső megjelenés kategóriájában a Pannonia Néptánc Együttes csapata nyert, akik lepényes kakaspörköltet készítettek. A legtisztábban dolgozó csapatdíját a Közösen Értük Alapítvány érdemelte ki, akik kakasgulyást készítettek ezredes módra. A legjobb vendéglátó csapatdíját idén a Kopácsi küldöttség kapta, míg a legötletesebb étel kategóriájában a kistarcsai Bordó Párducok csapata nyert. A zsűri a leghagyományosabb étel kategóriájában a kistarcsai Roma Kisebbségi Önkormányzat babgulyását hirdette ki győztesnek. A legszebben megjelenített étel egy vörösboros kakas lett sajtospiritóssal, melyet a kistarcsai gesztenyés óvoda csapata készített el, míg a legjobb ízért járó díjat az alapszolgáltatási központ csapata vihette haza. Az eredményhirdetés végén a főzőverseny 3 legjobbja vehette át a győztesnek járó kupát és oklevelet. Harmadik helyezést ért el a gesztenyés óvoda csapata, második lett Gádoros csapata, 2016-ban az 5. kistarcsai kakasfőzőfesztivál első díját a kistarcsai alapszolgáltatási központ gárdája érdemelte ki. Hát azt gondolom, hogy az elmúlt rendezvényeken megszokhattuk már, hogy mindig fölkonferálják valahogyan ezeket az eredményeket, és néha kicsikét negatív kritikákkal is próbálták jobb teljesítményre sarkalni a különböző csapatokat. Most egy egészen más fajta pedagógia történt itt a Budai úr részéről. Mindenki dicsért, ha észrevették. Tehát ez az a pedagógia, amit mindenki szívesen lát. Ez az a klasszikus iskola, amit mindenki szívesen vesz. És nagyon szépen köszönöm neki, hogy így vezényelte le a mai eredményhirdetést. Gratulálok mindenkinek, nem csak az első 3 díjazottnak, hanem természetesen mindenkinek. Jövőre is nagyon nagy szeretettel várjuk őket, jöjjenek el, mérettessék meg magukat. Hát, ha tanulnak azokból az apróbb, nem azt mondom, hogy hibákból, hanem inkább tapasztalatlanságokból, amelyek ma előfordultak. És azt, ha végignézték a többi csapatot, és megnézték, hogy mások hogyan készítik, gondolom ötleteket is merítettek, és majd jövőre ebből okulva mindenkinek nagyon jó szereplést kívánok. A főzőverseny eredményhirdetését követően Polgár Peti lépett a fesztivál színpadára, humoros lágerfeldolgozásokkal, paródiákkal tűzdelt mulatos műsorával. Kék zöld vagyok, talán fel se gyógyulok, hát nyújts két kezed, mielőtt újra elesek. Jégert iszok, talán pár sört benyomok, hát nyújts két kezed, a francba mi nincs sofőr, aki hazavezet. És amikor felpattanunk a padlóról, nem az a következő gondolat, hogy haza kéne menni. Újra megyünk a pulthoz, egy kis konyakocskáért. A konyak nem vár, már nyitva a bár.
és a piázás, ha beindul, nincs megállás. A konyak nem vár, elindult már. Nekem gyorsan utat adjatok, mert a szőnyeg ér kár. És minden egyes ilyen buliba volt egy ilyen kötekedő ember, aki mindenkivel balhézni akart. Bészári, bészári sútyó, vedd le az inged és gyere a kocsma mögé. Bészári, bészári sútyó, ha felbírom emelni a lábamat, lerúglak én. És jön a képzelt riport egy amerikai sörfesztiválról. Felesek jönnek, felesek mennek, haverok sörrel permeteznek. Felesek jönnek, felesek mennek, Presser Gábor! Valaki mondja meg, hány fröccsöt ittam? Valaki mondja meg, hol lakok? Valaki mondja meg, hány ingerem van? Megérem-e még a hónapot? Valaki mondja meg, egy hosszú lépés miért tűnik úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, de marha gyorsan részegen, kivisz majd haza! A fesztivál szervezőinek nem titkolt célja volt, hogy minél szélesebb zenei palettát vonultasson fel a rendezvényen, így sok a körömére a retro, a rap és a mulatos műfaj mellett a rockzene is teret kapott a Kakasfőző Fesztivál program kínálatában. A közismert tribute zenekar az ABCD több mint 2 órás koncertet adott, ahol a legendás AC/DC dalait adta elő. Juhász István, a város alpolgármestere idén a zsűri tagjaként működött közre, a fesztivál szervezésében viszont már a kezdetektől részt vesz. Ennek úgy indult a története, hogy augusztus 20-ra szerettünk volna valami programot kitalálni, és mivel addigra a korábbi főzőfesztiváloknak vége volt Kistarcsán, ezért úgy gondoltuk, hogy akkor a főzőfesztiválokat összehozzuk az augusztus 20-ai programmal. Édesapám javaslata volt az, hogy mi lenne, ha a címerből kivennénk a kakast, és megfőznénk. És igazából innen indult a Kakasfőző Fesztiválnak a története, ami szerencsére jó fogadtatásra talált, és a kezdeti 8 csapatból ott tartunk, hogy limitálni kell az indulók számát, mert nem férünk el. Úgyhogy hát én bízom benne, hogy ez Kistarcsán hosszú távon egy hagyomány marad, mert én azt látom itt az itt lakókon, a környéken lakókon, hogy szívesen jönnek ide. Mi volt jellemző a főzőcsapatokra?
Általánosságban az volt a jellemző, hogy nagyon lelkesen álltak hozzá. Tehát tényleg igyekeztek mind a díszítésben, mind az étel tálalásában, mind a receptekben valami extrát, valami különleges nyújtani. És tehát tényleg nem volt olyan csapat, akire azt mondanánk, hogy na az a kakas hiába halt meg, ezt a Budai Péter, a zsűri tag mondta, és tényleg igaza volt, tehát nem volt olyan kakas, ami kárba ment volna, mert minden egyes csapat nagyon jó ételt tett le az asztalra, és innen is köszönöm nekik a részvételt, és gratulálok a teljesítményükhöz. A főzőversenyt folytatta a színpadi műsorok sora. Hát volt is Subbase Master, Polgár Peti, ABCD, most meg lassan a tűzijáték. Igyekszünk a Kokosfőző Fesztiválnál is úgy, ahogy az összes többi fesztiválunknál, minél színesebb palettát nyújtani, hogy az ember minél többen jól érezzék magukat, hogy esetlegesen olyan zenét is halljanak, amit amúgy nem hallgattának, és esetleg itt meghallgatták, és azt mondják, hogy hú, ez milyen jó. Tehát, de most, hogyha kimegy bárki a főtérre, most is éppen megy a buli, látni az emberek, hogy nagyon jól érzik magukat. Bízom benne, hogy ezt sikerül a jövőben is így fönntartani, ezt a színvonalat. Az idei fesztiváljaink sok mindenben újítók voltak, hívtunk olyan zenekarokat, akiket idáig nem mertünk, szerveztünk olyan programokat, amiket idáig nem mertünk, ezekből, illetve az ezekre adott reakciókból levontuk a következtetéseket, és vannak olyan ötletek, amiket érdemes továbbvinni, és természetesen vannak olyanok, amiket nem. Tehát igyekszünk a lakosság igényeit minél inkább kielégíteni. Az 5. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált, az augusztus 20-a ünnepségek elengedhetetlen eleme, a közel negyed órás színpompás tűzijáték zárta.